Sziasztok! Üdv ismét itt nálam az Alma Papin. Kicsit olyan szomorkás a hangulatom máma. Nem tudom miért, lehet, hogy azért már nem süt a nap, de azért ennyire nem lehetek kitéve az időjárás viszontagságainak, bármint ami a hangulatomat illeti, ez borzasztó. Tehát ennyire még azért nem létezem együtt a természettel, hogy most emiatt érezzem magam picit szomorkásnak, mert éppen nem süt a nap. Igen, tehát valóban nem biztos, hogy emiatt van, de ugyanakkor az is igaz, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mindig elemezni kell, hogy vajon miért vagyunk egy kicsikét ilyen szomorkásabb hangulatban. Tehát nyilván fontos az, hogy tudatosak legyünk, és fontos az, hogy ha valami miatt szomorúak vagyunk, vagy tartósan le vagyunk lombozva, vagy akár depresszióba hajlóan vagyunk nyomottak, érdektelenek és kedvetlenek, akkor ennek tudjuk az okát. De amikor csak úgy van, mert most ilyen van, és egyébként máskor mondjam, adekvált a hangulatod a körülményekhez, mert azt sem mondom, hogy happy vagy, meg hogy hú, most minden fasza, hanem azért van az emberben egy ilyen kiegyensúlyozottság, hogy így mondjam, és igenis megfelelőség vagy megfeleltethetőség a körülményekhez, akkor ő jól van az én értelmezésemben. Hogyha ebből így kicsúszunk időnként jobbra-balra, ide-oda, jelen esetben így a szomorkásba, akkor én azt gondolom, hogy ezzel semmi baj nincs, és nem feltétlenül kell görcsösen keresni ennek az okát. Kortyolgatom a reggeli kávémat. Még abszolút nem készültem el, nem öltöztem fel. Már elkezdtem dolgozni, meg így nézegetni ezt az, de még nem öltöztem fel, ma ilyen home office nap van. Aztán egy kis update. Ugye múlt hétvégén volt az anyukám szülinapja, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és nagyon-nagyon happy volt. Kapott egy polaroid kamerát, ami... Hát nem mondom azt, hogy így azonnal lelkesedést váltott ki belőle. Először is az anyu imád fotózni, és ő nagyon kreatív. És így nem mondom azt, hogy így a mai technológiával így teljes mértékben lépést tart, mert ez azért nem igaz. De egy polaroid kamera, ami ilyen Instax, tehát nem tudom, hogy jól értem ezt, ez egy Fuji kamera, ami ilyen polaroid, tehát nem a polaroidtól van, hanem a Fujitól. És egy ilyet kapott, ilyen négyzeteset, ami ilyen négyzetes képet csinál, és ki is próbáltuk már, és szerintem tök jól működik, illetve hát a kezébe tud illeszkedni, ugye ő is kipróbálta, hogy tud vele képeket készíteni. Pofon egyszerű az egész, és ugye az egész azért történt, mert hogy azért kaptam, mert hogy az anyu gyűjti a képeket, a családi képeket, és így digitálisan, tehát elektronikusan mindig el kell neki küldeni, és akkor ő vagy én, vagy a képen ott van, lementi neki ilyen különféle mappákba, amit ő rendszerez, és ebből egy párat így mindig időről időre, évente azt hiszem, kinyomtat, és akkor egy ilyen albumba rendezi. És ezzel mindig probléma van, mert ez most már egy pár éve így halogatja, és csak gyűlik, gyűlnek a képek, és ő így rendszerezi, de aztán így elkallódnak, szóval teljes őrület és káosz van nála ezen a téren. Úgyhogy most ezért is kapta, hogy ami ilyen fontos, ugyan lehet, hogy minőségileg nem az a nagyon tuti kép, de azt meg tudja örökíteni ezzel a polaroid kamerával, ami azonnal persze kijön, és akkor azt ő egy ilyen külön albumban, már azonnal, tehát nem kell éveket várni ezzel, meg rákészülni, már azonnal be is tudja rendezni. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen nagyobb ajándéka, és hát én úgy gondolom, hogy azért ennek örült. Hát rá kell azért venni arra, hogy majd ezt használja is. Ugye gyakran találkozik a barátnőivel, gyakran, hát legalábbis így azt mondom, rendszeresen, és akkor ezeken a találkozókon azért ő készít képeket a telefonjával, ami aztán iszonyú bajos nekem onnan lementeni, tehát egy kicsit így magam miatt is vettem ezt, mert szóval az anyunak is iPhone-ja van, de abból így lerimánkodni valami problémája lehet a képeket, és valamilyen módon átcsempészni a laptopjára, az valami iszonyat, szóval ilyen több áttéten keresztül megy az egész dolog, de most ez nem megy részletekbe. Szóval a lényeg, hogy ez ideális alkalom, vagy ideális alkalmak lesznek arra, hogy az anyu szépen magával viszi, amivel tasakot is kapott hozzá a polaroid kameráját, és akkor készít képeket, és az is tuti, hogy mondjuk oké, hogy drága bele a film, de ez is egy ideális ajándék szerintem, hogy filmeket kap majd bele szépen, és akkor azokat lövöldözhet.
Igazából nem nagyon tudtam blogolni így a héten, mert rengeteg melón volt bent a munkahelyemen, tehát meg nagyon így agyilag is lefoglaltak ott a dolgok, a kérdések, problémák, meg ilyesmi. Úgyhogy nem nagyon volt erre energiám, hogy őszinte legyek a hét folyamán, és más dolog meg olyan nagyon nem is történt. Azon kívül, hogy futottam, tehát ismét elkezdtem futni, de ezt már szerintem múltkor is említettem. Úgyhogy most az a terv, hogy hetente kétszer futok, vagy hetente kétszer tudok úgy futni, hogy nappali fényben, tehát hogy nem este, amikor hazajövök és lemegyek futni, amikor melegebb lesz, akkor nyilván ezt fogom csinálni, de amíg még ilyen nincs annyira nagyon meleg, meg azért úgy jól esik, hogyha süt a nap, és így az arcomba, és úgy a fény azért jön rám, akkor így, tehát hetente kétszer tudok így lemenni. És most is voltam, és hát nem azt mondom, hogy jól esett, jó, hát utána jól esett, de közben azért kínlódtam rendesen, mert újra kellett kezdenem az egészet, úgyhogy most elkezdtem ugye azzal a tervvel, hogy 1 perc futás, 2 perc séta, először csak ugye 1 perc futás, 1,5 perc séta, de aztán rájöttem, hogy kell az a 2 perc séta, és akkor ezt előadtam 10-szer a gyerekek. Bírtam, tehát még bírtam volna tovább is, csak a pulzusommal van a probléma. Tehát ugye az ember elkezdhet futni, mint egy őrült, és akkor megy, mint a fene, de ennek sem értelme nincs, azért én ennek utána jártam, hogy érdemes ezt csinálni igazából. És hát nekem egyrészt az állóképességem fejlesztése, a cél, másrészt pedig ugye a zsírégetés, illetve hát nyilván az izomfejlesztés is. Ez mondjuk három majdnem nem annyira különböző dolog, de 2 különböző már is van benne. És ezért oda kell figyelni a pulzus számra. Na most ugye a maximális pulzus szám 65 és 75%-a között érdemes futni, hogyha zsírégetésre játszol. És ez nekem nagyon ritkán valósul meg, mert gyakorlatilag gyaloglom a maximális pulzus számom 65-75%-a. Ennyire rossz állapotban vagyok, gyerekek, hogy villámgyorsan felmegy ebbe a tartományba egyébként a pulzusom, ezt figyeltem meg, tehát amikor itthon itt súlyzós edzésezek, meg egy kicsikét gyorsabban és kitartóban gyaloglók, akkor ez már úgy fönn van ott, szóval ami nem annyira jó, hogyha az ember futni akar, ugyebár. És azt is olvastam, hogy nagyon vigyázni kell azért arra, hogy a bizonyos halálzónába ne kerüljön a pulzus számot, tehát így a 85-85%-ba ne kerüljön bele. És így visszanéztem, hogy én itt mibe futottam most. Hát azért a 80-85%-ban voltam ott legfőképpen. Ami nem annyira jó, mert iszonyú nehezen regenerálódik akkor a szervezet. Ha viszont e fölött időnként, ugye, tehát ilyen 90-95%-osan, amit egyébként szintén csináltam, akkor viszont már egy ilyen hitedzésnek felel meg a dolog. Tehát a high intensity interval tréningnek, amikor is ugye időnként itt teljesen felmegy a pulzus szám, és akkor utána viszont az a lényeg, hogy vissza tud csökkenteni a normál tartományba. Na most nekem ugye egyenlőre még az volt a gondom, hogy nekem fölment ilyen rohadt magasra, és utána a 2 perces sét alatt nem ment vissza a normál tartományba, hanem visszament a zsírégető tartományba maximum, és akkor onnan futottam megint az 1 perceket, amikor megint az egekbe szökött. Úgyhogy ez szerintem nem biztos, hogy jó, de nyilván ahogy majd jobb lesz az állóképességem, meg majd jobban kicsikét több, tehát hogy jobban fogom bírni, gondolom, akkor azért valószínűleg ez is fog változni. Most egyelőre ez a szitu, és hát ez van. Tehát igyekszem nem annyira tudományosan csinálni, de azt se szeretném, hogy így napokra lerobbanjak, és utána ne tudjak megint futni. Aránylag jól néz ki, elégedett vagyok, azt kell, hogy mondjam. Kipucoltam ezt a kanapét ezzel a bőrtisztítóval,
és nagyon-nagyon szépen kijött belőle minden, aminek ki kellett. Tulajdonképpen megszerettem ezt a kanapét, ezt örököltem, tehát, hogy megörököltem a lakással. Ez egy ilyen bézs bőr kanapé, egyébként szerintem nagyon szép. Mondjuk magamtól nem vettem volna bőrkanapét, azt tuti, de hát ha már itt volt, akkor ezt nem dobtam el magamtól, és hát csak rendszeresen ápolni kell értelemszerűen. Úgyhogy ez most megtörtént. Vannak gyönyörű virágok, csak nem tudok közelebb menni, mert van kerítve ez a kis kertrész. Gondolom lopják. Úgyhogy meg is értem, hogy elkerítették. Kamerámban most formatálnom kellett az SD kártyámat, ami ugye annyit jelent, hogy minden letörlődik, és rájöttem arra, hogy én hülye, egy csomó felvételt nem mentettem le. Hát nem tudom, hogy mennyire csomót, nagyon remélem, hogy annyira sokat azért nem, de hát ilyen az élet, úgyhogy nulláról újra kezdünk, ezt is újra kezdjük. Nézzétek, de cuki! Kis kert. Azért ilyenkor sajnálom, hogy nincsen saját kiskertem, hogy legyen benne hóvirág, de hát ilyen a slow in the city, illetve ez is a lényege, hogy ha nincs saját kiskerted, mert a városban laksz, akkor vagy a teraszodon lelet fele a dolgokat, hát mondjuk hóvirágot annyira talán nem, de mást ültetsz, és ez az amaz, illetve a környezetedben megpróbálod fellelni. És tök jó, mert itt gazdag rétegs kiskertek, nem is kell nagyon messzire mennem, és vannak hóvirágok, és megjelennek a tavasz jelei körülöttem így is. Azt hiszem, hogy pont azokat a felvételeket töröltem ki, amikor arról próbálok beszélni, hogy mit jelent számomra a slow living itt a városban, Budapesten. De nem baj, majd nekifutok még egyszer. Két kis srác játszottak a parkban, tényleg kicsik, és a következő volt a párbeszéd, amire figyelmes lettem. Nem csak a kabátomba, a páncélomba vágtál bele. És akkor most mi következik? Itt van a fejem, hogyha leszeretnéd csapni. Igazából én most csak egy pár dolgot szerettem volna kiemelni így a lassú élettel kapcsolatban, és remélem, hogy ez most fel is veszi normálisan, illetve le is fogom menteni, meglátjuk. Meglátjátok, hogy érdemes-e. Na. Azzal akarom kezdeni, hogy én nagyon örülök annak, hogy ennyiben tudatosítottam magam számára ezt a lassú élet filozófiát, hogy így mondjam. Tehát ez nem újdonság számomra, és biztos sokatok számára sem. Csak éppen ezt így kimondani, hogy akkor most ez a slow living, amit én megpróbálok élni és megpróbálok követni, ez szerintem ez egy újabb fokozata annak, vagy egy újabb lépcsőfoka tulajdonképpen a tudatosságnak. És igen, ennek az egésznek ez a lényege, hogy egy olyan tudatos életmódot válasz, vagy köves, ami neked a legjobb, ami neked a legmegfelelőbb, ahol előtérben van az öngondoskodás, az odafigyelés saját magadra, és nyilván a fokozott odafigyelés a környezetedre is, és azokra az emberekre is, akik fontosak neked. A slow living az egyébként, ahogy a nevében is benne van, lassú életet jelent, tehát egy általános lelassulást, pontosabban én ezt annyira nem is szeretem, hogy így lelassulás, mert sokszor az, hogy te lassan csinálsz valamit, az nem biztos, hogy jó.
De az azért egy általános igazság, hogy ha jobban odafigyelve csinálod a dolgaidat, és végzed a feladataidat akár, vagy akár a lazítás is úgy történik az életedben, hogy jobban benne vagy a jelenben, és itt ezen van a hangsúly, akkor az sokkal hatékonyabb, és sokkal jobbat teszel saját magadnak és a környezetednek is. Tehát ez a lelassulás, ez valójában azt jelenti, hogy jobban benne vagy a jelenben, hogy nem kalandozik el a figyelmed másfele, nem az jár a fejedben, hogy mi a következő feladatod, mi lesz egy nap múlva, két nap múlva, mi mindent kell még megcsinálnod. Akár még a céljaid sem feltétlenül lebegnek állandóan a szemed előtt, mert abba is bele lehet divizni. És nem is a, nyilvánvalóan nem is a múlton rágódsz, hogy mi volt a múltban, mit szúrtál el, hanem minél inkább a jelenben próbálsz élni. Hát ez egyébként baromi nehéz megvalósítani. Ezt én pontosan tudom. De hát én szerintem ennek az egész filozófiának ez az egyik lényeges eleme, hogy a jelenben próbáljunk megélni, és ettől sokkal intenzívebben éljük meg a valóságot. Aztán a tudatosságnak egy másik eleme az, hogy a kevesebb, az több. Tehát ne fogyasszunk annyit, ne költsünk annyit, próbáljunk meg tudatosabban fogyasztani. Tehát a környezetünket tekintve is törekedjünk a tudatosságra, az újrafelhasználhatóságra, a fenntarthatóságra. Nyilván mindezek az értékek, ezek benne vannak a slow livingben, és hát ez bizony nekem még azért jócskán tanulni kell, mert eléggé ilyen impulzus vásárló vagyok, és ilyen érzelmi vásárló is sokszor, tehát amikor én úgy érzem, hogy van bennem valamilyen feszültség, akkor én elég gyakran vásárlással szoktam ezt levezetni. Igaz, hogy nem viszem túlzásba, már régebben az élet sokkal rosszabb volt, de azért még mindig van hová fejlődnöm. És hát a kevesebb, több filozófiába beletartozik az is, hogy rendszeresen kell a környezetedet, rendszeresen rendbe kell tenni a környezetedet, ki kell szortírozni azt, amire már nincsen szükséged, selejtezni kell, és eladományozni, vagy valahogy túladni azokon a fölösleges dolgokon, amit már nem használsz, és cserébe nem betenni valami teljesen hasonló kvázi szemetet, vagy olyasmit, amit csak nagyon rövid ideig tudsz használni, hanem minőségi, jó minőségű, fenntartható módon készült és fenntartható árut vásárolni. És ugye ide kapcsolódik az, hogy minél közelebbről jöjjön az az áru, tehát itt jönnek be a képbe a hazai vállalkozások, meg a hazai termelők, úgyhogy ez is a slow livingnek a része, illetve ez is az egyik fontos eleme, hogy ne valahonnan távolról rendeljünk dolgokat, hanem nézzünk körül a környezetünkbe, és nyilván, hogyha megfizethető számunkra, akkor ugye minél közelebb a házunk tájáról próbáljuk megbeszerezni a dolgokat, akár élelmiszer, akár ruhanemű, akár dekoráció, tehát bármi. És végszóra pont ebben a pillanatban ránéztem az e-mailjeimre, és jött egy ilyen promó levél a Vegyél Hazaittól. Kedves Vegyél Hazait tagunk, nem is tudtam, hogy tag vagyok, Jézus Mária, milyen hírlevelekre iratkozom én fel, de ez teljesen, ez annyira így alátámasztja azt, amit mondtam, ez a sajtókról szól éppen, na, tök mindegy. Szóval a lényeg, hogy igen, tehát ez is egy jele annak, hogy nyilván, tehát amit mondok, meg amit követek, az valószínűleg helyes út. Nyilván lehetne még erről azért elég sokat beszélni, de most ebben a videóban már nagyon nem szeretnék többet mondani a slow livingről, mint olyanról, mert hiszen a következő videóimban is azért nyilván egyszer-egyszer ki fogok erre térni. Egy dologra szeretnék még kitérni, hogy miért a városban történő lassú életről beszélek, tehát a slow in the city-ről. Elsősorban azért, mert városban élek, tehát hogyha vidéken élnék, és azért előbb-utóbb szeretnék vidéken letelepedni, akkor nyilván arról fog beszélni, de most amiről tudok beszélni, és ahol ezt a slow livinget meg tudom valósítani, az a nagyváros Budapest. És ennek a tulajdonképpen specifikumait szeretném egy kicsit körbejárni, hogy hogyan lehet ezt a lassú életet a városban is megvalósítani. Ez egy látszólagos ellentmondás egyébként, mert igaz, hogy sokan mondják, hogy a nagyvárosokban az emberek és a világ és minden baromira fel van gyorsulva, versus ugye a vidék, de szerintem manapság már nem igaz. Tehát a 21. században ez már így ennyire nem igaz, mert vidéken is ugyanúgy tempósan tudnak élni az emberek, hogyha sok melójuk van, és hogyha van munka. Tehát nyilván ugyanúgy lehet hajtani a napokat és saját magadat,
ahogy egy városban teszik, vagy nem teszik az emberek. Tehát én ezt egy látszólagos ellentmondásnak tartom különben. Ugyanakkor persze nyilván jóval nehezebb bizonyos dolgokat megvalósítani a városban, mint vidéken, ezen a téren, de itt is az odafigyelés, az, hogy a kis apró részletekre, szépségekre, esztétikumokra, érdekességekre odafigyelsz a környezetedben, meglátod azt, ami téged megmozgat, az fontos. És itt is ugye a jelenlét a lényeg, tehát az, hogy ott vagy benne, abban az adott közegben, ahol vagy, és ott kell tudnod megtalálni a szépséget. Igazából én ezt most egy ilyen bevezetőnek szántam, elsősorban így a slow livinghez, és később a videóimban azért majd megpróbálom ezt így egyrészt tematikusabban, másrészt picit struktúráltabban is boncolgatni, ahogy ez számotokra érdekes lehet. Ez most a centrifuga. A jelenben vagyok éppen, jó? Tehát a mosásnak mindjárt vége van, úgyhogy kell, hogy teregessek. És le is zárom most itt ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra és érdekelnek hasonló tartalmak, akkor ezt feltétlenül tegyétek meg, és tartsatok velem legközelebb is a legközelebbi videóban. Sziasztok!